Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Stúdió KB március 27-i adását láthatják. Mai műsorunkban rövid híreink között Varga Gábor Városüzemeltetési Ügyintéző tájékoztatja Önöket a tavaszi lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtésről. Majd riportot láthatnak Magévával, akit az Országos Kék Túra turista jelzéseinek felújításáról kérdeztünk. Ne feledjék, májusban Bakonyi vágta. A részletekről és az előkészületekről számolnak be a szervezőbizottság tagjai. Radics Izabella, a Nő az Esély Roma felzárkóztató programról ad tájékoztatást, majd beszéljünk róla sorozatunkban, az integrált településfejlesztési stratégiai programról tudhatnak meg információkat nézőink, Merszegi Bernadett helyi projekt koordinátortól. Kulturális rovatunkban szó lesz a tavasz köszöntő túráról, internetfiesztáról, református egyházmegyei ifjúsági napról, és megemlékezünk a 70 éve városunkból elhurcolt Leventékről. Civil információink közt megtekinthetik a Szent Gál TV, a Bakonyért Egyesület nyílt napján készített összefoglalóját. Magazin műsorunkban a Veszprémi Egyházmegye által meghirdetett Gyertyalánk születik tehetségkutatón készült felvételünket tekinthetik meg. Jó szórakozást! Csütörtökön tartott a soron következő ülését Szirc Városi Önkormányzatának képviselőtestülete. Vágatlan felvételünket pénteki hírműsorunk után tekinthetik meg kedves nézőink. Óraátállítás. Vasárnap, azaz 2015. március 29-én hajnali 2 órakor kell 3 órára átállítanunk óráinkat. Az 1980 óta hazánkban is alkalmazott módszerrel áttérünk a nyári időszámításra. Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Kezdetben csupán azért javasolták, mert a napfényes órák magasabb száma miatt energiát lehet vele megtakarítani. Használata azonban más előnnyel is jár. Az egy órával hosszabb természetes világítás előny mindazoknak, akik iskolai munkahelyi tevékenység után a szabadban szerveznek programot, strandolnak, hétvégi telkükön családi házuk kertjében dolgoznak. Április 11-én elektronikai hulladékgyűjtés, majd április 13-ától lomtalanítás több ütemben. A részletekről Varga Gábor Városüzemeltetési Ügyintézőt kérdeztük. Most már nagyon úgy néz ki, hogy itt a tavasz, és itt a tavasz akkor az azt jelenti, hogy hulladék, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtés most is lesz, nem is olyan nagyon soká. Így van, az önkormányzat minden évben a hulladékszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódóan lomtalanítási akciót is szervez. Ez most már évek óta tavasszal történik 3 hetes időszakban. Most az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanarra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy minden megjelölt időszakban hétfőn reggelre tegyék ki a hulladékot. A szállítást végző vállalkozó ennek megfelelően tudja elszállítani. A később kihelyezett lomokat nem fogja elszállítani a vállalkozó. Elektronikai hulladékgyűjtés, hát gyakorlatilag ezeket vannak kihelyezve a város különböző pontjain ilyen gyűjtők, egész évben lehet. Most mi lesz ebben a különleges? A városban kihelyezett szeletív hulladékgyűjtő szigetekre papírt, műanyagot lehet gyűjteni. Ezzel szemben az elektronikai hulladékokra egyenlőre nincsenek külön gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok. Ezeket ugyanis külön engedéllyel rendelkező vállalkozás jogosul csak begyűjteni és kezelni, és erre külön gyűjtőakciót szervezünk. Ez most már szintén évek óta folyamatosan zajló akció, minden év tavaszán és őszén megszervezzük ezt. A Pepe előtti Murvás parkolóban szokott állni a teherautó, idén is így lesz, április 11-én szombaton 8-tól 2 óráig itt lesz a teherautó. Ezen túl lehetőséget biztosítunk arra is, hogy aki nem tudja behozni a nagy tömegű elektronikai hulladékát, az előre bejelentkezés alapján a házhoz menő akcióban részt vehet, és a szállítást, gyűjtést végző vállalkozó emberei elhozzák tőle a hulladékot. Felújítják, újra festik az Országos Kék Túra útvonal Zircet érintő szakasztán a turista jelzéseket. A Veszprém megyei természetjáró szövetség elnökét, Magévát kérdeztük. A Kék Túra útvonala behálózza az egész országot, szinte nyugattól keletig végig tudják járni az országot. Viszont eléggé elavultak, megkopottak már a festésjelek, és most a Magyar Természetjáró Szövetség pályázat útján
lehetőséget kapott arra, hogy felújítsa ezeket a jelzéseket, biztonságossá téve a turistáknak, nehogy eltévedjenek. Hogy kapcsolódik ebbe Veszprém megye és Zirc? Hát Veszprém megye a pályázati konzorciumnak a tagja, tehát a Veszprém megyei Természetbarát Szövetség, és a 14 tagszervezeteink közül jó néhány valóságban is részt vesz az útfestő munkában. Valójában ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert csak azt festhet turista utat, akit már a Magyar Természetjáró Szövetség elfogadott, mint minősített útfestő. Tehát a korábbi időben mindenki csinálhatta, most viszont ezekkel a vezetőkkel lehetséges ez. Zirc úgy kapcsolódik ehhez, hogy itt megy át a kék túra, és eléggé nagy szakasz tartozik Zirchez, tehát Zircről a vasútállomás a központi bélyegzőhely, és Kőrishegy felé Bakonybél irányába megy a kék túra, illetve a másik oldalon Nagyesztergár Bakonynána irányába. Ez valójában egy nagyon fontos hely, tehát a Bakonyban nem véletlenül van a bakancs itt ezen a téren, tehát a 0 kilométer kő valójában a gyalogos turistáknak, Zirc. Mennyi idejük van arra, hogy ezt a szakaszt megfessék, illetve hogy Veszprém megyén tulajdonképpen tovább haladjanak? A pályázat az 2013-ban indult, és részekre bontva épül föl az útvonal. Kezdetben bejárták GPS-szel, lemérték az útvonalakat, megnézték, hogy hol kell módosítani. Utána az erdészetek, amelyek konzorciumi tagként szerepelnek, azok csinálták meg az erdei butorokat. Veszprém megyében ugye jó pár kilátó épült, és ez nagyon népszerűsítette a gyalogos turizmust. Mi most az útfestéssel kapcsolatosan dolgozunk, amit a Pilisi Parkerdő nyert meg, és osztotta ki a természetjáró szervezeteknek, és május 16-án lesz egy úgynevezett szemétszedési akció, amivel szintén benne van Veszprém megye. Amit központilag irányít a Magyar Természetjáró Szövetség, az a bélyegzők kihelyezése, illetve a táblák kihelyezése. Tehát nagyon részekre van ez bontva. Valójában ennek készül egy új weblapja, illetve megvan a már megtalálható, az úgynevezett TTR rendszer, tehát meg lehet találni, lassan fel is lehet tölteni a telefonokra ezeket az információkat, ami a kék túrával kapcsolatos. Van-e arról tudomása, hogy hányan teljesítették eddig az országos kék túra útvonalát? Igen, természetesen ez nagyon komoly nyilvántartás eredménye. A pontos végső számot nem tudom, de több mint 5000. Én viszont szeretném mondani, hogy én a 2045-ös számon szerepelek, és a férjem pedig a 2046-oson, tehát ez azért elég régen volt. Mivel az országos kék túrának nem csak ez az északi szakasza van, ez a klasszikus kék túra, hanem most már országos kék körről beszélünk, hiszen van egy dél-dunántúli kék túra, és van egy alföldi kék túra is, tehát ez egy kör, amit most már szinte sportturisztikai tevékenységen sokan teljesítenek. A Veszprém megyében Veszprémi Egyetemen végzett Csólya János nyáron 60-valahány nap alatt ezt végig is gyalogolta. Említette, hogy a táblák is kihelyezésre kerülnek, illetve bélyegzőhelyek, mert ugye ez nagyon fontos, hogy igazolni kell a turistáknak, hogy valóban ott jártak-e azon a ponton, ahol nekik az igazolást be kellett szerezni. Zircen hol lesz ilyen? Valószínű a vasútállomás környékén, vagy a vasútállomáson megmarad a hagyományos bélyegző rendszer, mert ezt nagyon szeretik a turisták, de a modernebb igazolásmódok is lehetségesek. Tehát lesz digitális kék túrafüzet, de megmarad a papír alapú, mert tehát mindenki szereti látni, hogy ott vannak a bélyegzők, és ezeket én begyűjtöttem. Nagyon fontos, hogy mindenkinek erre lehetősége legyen. Most, mivel sokat beszélünk a kék túráról, elég sokan keresik a kék túra füzetet. Itt Zirc térségemben kik a segítői a Természetjáró Szövetségnek? Én a hölgyeket úgy hívom, hogy az Zirci hölgyek, Adlovisné vezetésével, Teri vezetésével, ővelük már együtt dolgoztam a közép-dunántúli piros túra felújításán is. Eplénytől Hárskútig csináltuk a piros jelzést, ebben nagyon sokat segített nekünk a Verga erdészet igazgatója is, Umáker úr, mert hát az új útvonalat kellett kiépíteni, illetve büdös kutat is bele kellett venni. Egyébként most tartottunk ott egy megyei természetbarát találkozót, és mindenkinek nagyon tetszett.
Ővelük csináljuk a kéket most is, Zirctől Bakonybélig, meg valószínű még egy kicsit tovább is Németbányáig. Ők nagyon lelkesek, nagyon ügyesek, és nem csak a kék túra útvonalat festik, hanem szerepet játszottak, sőt dolgoztak az Zirc körüli körutakban is, ami a Zirc városá válásának évfordulójára készült, tehát abban a festésben is ők komoly szerepet vállaltak. Május 16-án, 17-én Bakonyi vágta. Nemrégen megjelent egy olyan hír itt Zircen, hogy a Nemzeti Vágtának az egyik előfutama itt lesz a városba, illetve a város mellett megrendezve. Mi igaz ebből a hírből? A hírből gyakorlatilag nagy igazság van. Tündérmajorba, Tündérfarmon lesz a Bakonyi vágta, a Nemzeti Vágtának az egyik előfutama. Itt kerül május 17-én megrendezésre, és ide várjuk a környék falvait, településeit. A Nemzeti Vágtán lovasok fognak indulni, lovagolni fognak, vágtatni fognak, versenyezni fognak. Ebből fog állni az egész program? Gyakorlatilag nem. Mi úgy terveztük, hogy május 16-án, szombati napon már megnyitnánk a tanyát, illetve a tanya környékén területet, ahol rendezésre kerül maga a rendezvény. 11 óra magasságába Veszprémi Motoros Klub felvonulásával indítanánk a programokat, és környékből, településből helyi lakosok, zírciek kilátogatásával megkezdődne egy bogrács főző verseny, amire az alapanyagot mi biztosítjuk, és míg a főzés folyik, gyakorlatilag kis apró programokkal szépítenénk itt az idő múlását, és a mellettünk lévő repülőtéren egy sárkány repülőt lehet kihívni gyorsulásra, gyalog, lóháton, szekérrel, bármivel, és különböző betyáros bohockodások. Majd este felé egy nagy tábortüzet gyújtanánk el, és egy kisebb koncerttel, zenés este zárulna a szombati napunk. Vasárnap pedig megkezdődne a verseny, ami reggel 7 órától a nevezéssel, és délelőtti órákba indulnának az első futamok, majd a 4 órás pihenőt a lovaknak mi kiadjuk, az időben is szintén látványos rodeo team adna különböző műsort és látványos egyéb dolgokat a nézőknek, majd a vágta befejeztével eredményhirdetés, és szintén szeretnénk egy koncerttel búcsúztatni a hétvégét. Tehát ez egy kétnapos rendezvény lesz igazából, ennek az egyik része a Nemzeti Vágtának az előfutama. Erre lehet még jelentkezni, vagy hogy történik ez az egész? Erről egy picit egy pár mondatot. Igen, gyakorlatilag folyamatos jelentkezőket várunk. Van egy nevezési díj, elérhető a bakonyivágta.hu honlapon mindenféle információ a versennyel kapcsolatosan, a helyszínnel kapcsolatosan, és hát nyilván szállásfoglalást is, és minden egyéb onnan elérhető és megtehető. Ennek a vágtának komoly szabályai vannak, ugye? Tehát ezeket itt is be fogják tartani. Természetesen, tehát a Nemzeti Vágtának a franchise-a történik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők hozzák a versenybírókat, minden egyéb olyan feltétel biztosítva lesz, ami ezt a nagy rendezvényt felügyeli. Az előbb, a riport előtt már beszélgettünk a programokról, hogy itt egészen nagy szabású műsorok lesznek, tehát ha valaki akar, akkor két napon keresztül itt nagyon jól érezheti magát. Lesz valami belépődíj, vagy hogy jöhet be ide például egy zirci? Gyakorlatilag az egész biztos, hogy a zircieknek ez teljesen ingyenes lesz, sőt, még próbáljuk azt is elérni, hogy megvendégeljük egy pohár itallal, illetve valami egy tál étellel őket, de igyekszünk úgy rendezni, hogy teljesen ingyenes legyen a környék falvainak is és mindenkinek. Mi az ebben a programban, ami igazából egy ilyen különlegesség, ami még Zircen nem annyira volt? Mert itt szoktak már lovagolni, betyárnapok vannak, lovasok vannak, van valami specialitásuk? Hát gyakorlatilag szeretnénk bemutatni Zircnek ezen szép Bakonyi részét. Szeretnénk, hogyha minél többen ellátogatnának, és megismernék Zircnek ezen oldalát is. Befejezésünk még egy dolgot. Itt vagyunk ugye a Tündér
Major Farm. Tündér Major. És maga Tündér Farm, amit a mi kis tanyánkat ugye ilyen vele mesenévvel neveztük el. Ez egy szép kifejezés, ugye mi kis, hát ez egyáltalán nem pici, ahogy én itt körülnéztem, egy pár mondatban mutassa be, hogy mit található itt. És gyakorlatilag kis vendégházak vannak, faházak elhelyezve vendéglátás céljából. Ezek teljesen egy családnak összkomfortot nyújtanak. Van egy picike kis patkó alakú tavunk, gyakorlatilag van egy 15 lovas lóállományunk, egészen a kis pici pónitól a nagy lovakig. Lehet lovaglást, lehet lovaskocsizást, télen hószánozás. Készítettünk most egy medencét is, ahol esetleg a nyári meleg időszakban le lehet hűteni magát az embernek. A téli időszakra pedig egy fatüzelésű 15 személyes szaunánk van, ahol kellemessé tudja tenni magának az ember a környezetet. Valamint van egy rendezvényhelyünk és egy éttermünk, ahol ki tudjuk szolgálni ezeket a vendégeket, és gyakorlatilag arra is van mód, hogyha valaki önállátóan szeretné magát itt érvényesíteni, és bejárni a Bakonynak különböző pontjait, akár sétával, akár kerékpárral. Radics Izabellát kérdeztük, hol tart most a nő az esély roma foglalkoztató program. Pár hónappal ezelőtt az IRCI TV is beszámolt arról, hogy toboroznak ehhez a programhoz résztvevőket. Úgy tűnik, hogy sikeres volt a toborzás, mert elkezdődtek az előadások. Így van. Hol tartunk most? Hát most ott tartunk, hogy ugye 12 fő február 2-án megkezdte a gyermek és ifjúság felügyelői képzést. Most április 8-án lesz az írásbeli vizsgájuk, 13-án a gyakorlat, és 14-én pedig a szóbeli. Tehát hamarosan a képzés végére érünk. Az ilyen képzéseknél a legfontosabb úgy gondolom az, hogy ha elvégezték, akkor tudják is használni. El tudnak helyezkedni ezzel a képzéssel? Igen, így van. A TÁMOP 531 nő az esély projektnek az egyik célja ugye a képzésen túl a foglalkoztatás is. A képzés helyszíne az Eszterházi Gyermekotthon, ahol nem csak az elméleti, de a gyakorlati képzés is folyik. Továbbá ők a TÁMOP 531 B2-es komponensen belül kívánnak foglalkoztatni hölgyeket is. Igazából én még arra lennék kíváncsi, hogy miért ebben a szakmában kezdtek el képezni embereket? Ilyen hiány van ezekre a szakemberekre? Ugye a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszert nagyon sok ember vesz igénybe, köztük roma származású emberek is, és úgy gondolta a projektvezetés, hogy ez egy nagyszerű alkalom lenne arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a roma lakosságot és a magyar lakosságot, nem csak mint a szolgáltatást igénybe vevőt, hanem a szolgáltatás nyújtók között is részt vegyenek. Azt hiszem még egy kérdést fel kell tennem. Az utóbbi időben elég komoly visszhangot kapott a médiában a roma munkahoz juttatási programok, most nem tudom pontosan megnevezni, és ezek nem voltak túlzottan pozitív hírek. Ez, amit most önök csinálnak, erről mondhatjuk, hogy nagyon pozitív, sikeres. Így van, ugye ez a Nő az Esély projekt, ez 2012 óta van. Itt Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyében, mint mentor és koordinátor működök közre, és a képzés is és a foglalkoztatás is eredményesnek mondható. Nem sokára Ajkán is óvodai dajkaként tudnak elhelyezkedni hölgyek, de már dolgoznak gyermek és ifjúságfelügyelői munkakörben is. De azt mondhatom, hogy a nálam végzetteknek körülbelül a 85%-a dolgozik. Akkor ez egy nagyon jó arány, elmondhatjuk országos szinten is. Vagy van valami országos adat is esetleg, amit nem, sajnos országos adattal nem tudok szolgálni ez ügyben. Most hamarosan vége ennek a tanfolyamnak, lesz utána valami más, terveznek valami mást? Hát most egyelőre a Nő az Esély projektnek
vége lesz. Nem tudom, hogy a jövőben lesz-e folytatása. Reméljük, hogy lesz még lehetőség hasonló képzésekre. Beszéljünk róla. Mit jelent az, hogy ITS? Beszéljünk róla rovatunkból, megtudhatják. Bizonyára sokan észrevették már, az utóbbi időben megélénkült a vita az IRC jövőjéről, többen leírták, elmondták a véleményüket, látásukat, gondolataikat, és elindult egy program, amiről eddig nem túlzottan sokat hallottunk, ITS a rövidítése. Erről szeretnénk ma egy pár dolgot megtudni, mert úgy gondolom, hogy érdemes erről beszélni, tehát beszéljünk róla. Az integrált település fejlesztési stratégiának az elkészítését január közepén induló megbeszélést követően kezdtük el. Jelenleg a megalapozó munkarészeknek a helyzet feltáró munkarésze készül el, illetve fejeződik be, ami egyenlőre az adatok, rendelkezésre álló adatoknak a feldolgozását tartalmazza. Tehát így a egyes államigazgatási szervek által vezetett KSH, Lechner Lajos Tudásközpont által nyilvántartott adatok, illetve a helyben önkormányzatnál fellelhető, illetve intézményeinél fellelhető adatoknak gyakorlatilag az összegyűjtése. Ezt követően, miután ezek az adatok összegyűjtésre kerültek, elkészül majd a helyzet elemzés, és ennek a alapján a helyzet értékelés. Ugye ez már kicsit többet fog mondani mindenkinek, és megkezdődik a társadalmasítása is ennek a dokumentumnak több fórumon, egyrészt az online felületen mindenképpen, egyébként, illetve személyesen is a hivatalban ezek a dokumentumok megtekinthetőek lesznek, illetve május elejére tervezünk egy a lakosság, illetve a gazdasági társadalmi szereplők minél szélesebb körű bevonásával egy workshop rendezvényt, egy fórumot, ahol a személyes találkozásra, illetve a személyes megbeszélésre is lehetőség van. Tehát most összegyűjtjük az adatokat, vagy összegyűjtik az adatokat, információkat, és ebből lesz a stratégia. Mi az, hogy stratégia? Igen, tehát a megalapozó munkarész elkészítése után következhet a stratégia készítés. A stratégia gyakorlatilag rögzíti majd a fejlesztési célokat, rögzíti a területi, illetve a tematikus fejlesztések közötti összefüggéseket, kijelöli a feladatokat, az akcióterületeket. Nagyon fontos eleme a stratégiának, hogy a külső és belső kapcsolat rendszert is vizsgálnia kell, be kell mutatnia. Itt a külső kapcsolatrendszer alatt értjük azt, hogy a önkormányzati rendezési, fejlesztési tervekkel való összhangot, a egyéb területi, tehát a területi fejlesztési tervekkel való összhangot, illetve az ágazati stratégiákkal, és itt beleérthetjük az ágazati operatív programokkal való összhangot is. Tehát erre is hangsúlyt kell fektetnie, aminek szintén jelentősége van, mégpedig abból az indokból, okból, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információink szerint, bár még nem történt meg a pályázati feltételeknek a véglegesítése, tehát nyilván ez változhat az idővel, de a jelenlegi információink szerint a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha be tudja mutatni a pályázó az integrált település fejlesztési stratégiájával való összhangot. Próbáljunk meg tisztázni fogalmakat. Jó, integrált települési fejlesztési stratégia készítését végezzük most. Az integrált települési fejlesztési stratégia, ez a település fejlesztési dokumentumoknak a részét képezi. Rögzítve vannak... Bocsánat, ez egy új dolog, vagy ez már régi? Hát új is, meg régi is. Tehát a település fejlesztés, település rendezés, mint olyan, ez már egy viszonylag régi dolog, tehát ez 98 óta jogszabályokban szerepel, mint önkormányzati feladat.
a településfejlesztési stratégia, mint középtávú fejlesztési céldokumentum, ez egy viszonylag új dolog, az integrált városfejlesztési stratégiát váltotta, ami egy ilyen, hát most satszolva egy ilyen 5-7 éve, inkább 7 éves múltra tekint vissza, tehát így most csak nagyjából egy időtávot behatárolva. Ez illeszkedik egyébként a országos, illetve a területi fejlesztési dokumentumok közé. Ismerünk országos fejlesztési dokumentumot, megyei fejlesztési dokumentumot és a helyi fejlesztési dokumentumot. És a helyi fejlesztési dokumentumok egyrészt áll a településfejlesztési koncepcióból, ami a hosszú távú célokat határozza meg, illetve áll az integrált településfejlesztési stratégiából, ami viszont a középtávú, ez a 7-8 éves időintervallumban határozza meg ezeknek a céloknak a végrehajtásához rendelt intézkedéseket, célterületeket, akcióterületeket és egyéb a végrehajtáshoz szükséges feladatokat határoz meg. Itt városról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy ez most csak Zirszre vonatkozik, a környező településeknek van valami közük hozzá? Hát a dokumentum az a környező településekre való kitekintéssel készül. A korábbi tervezések is, tehát maga ez a stratégiai tervezés, ez városi fókuszú, és a településekre, környező településekre való kitekintéssel készül. Ha jól értem, akkor most arról van szó, hogy a jövőre vonatkozó középtávú terveket fogalmazunk meg, ezt leírjuk, illetve azért integrált, mert ez valamilyen módon egységet fog képezni a területivel, illetve az országos programmal. Igen, tehát az integráció az ebben a hierarchikus rendben is illeszkedik, illetve hát az egyéb dokumentumokhoz, mert a település fejlesztési dokumentumoknak a végrehajtása az a település rendezési dokumentumokban ismertebb nevén a rendezési tervben realizálódik, tehát ott telkekre lebontva meghatározódik az, hogy ezeket a célokat hogyan lehet végrehajtani. Valami olyasmiről van szó, hogy ki kellene találni azt, hogy mit akarunk csinálni a közeljövőben, ugye? Itt én úgy gondolom, hogy két dolgot kellene figyelembe venni. Egyszer az, hogy ez az én elképzelésem, naív elképzelésem, hogy az emberek mit szeretnének, illetve hát vannak szakemberek, akiknek ez a dolga. Most ezt a stratégiát kik dolgozzák ki, vagy hogyan fog ez működni? Mit jelent például az a konzorcium szó, ami sokszor elhangzik ezzel kapcsolatban? Ezt a nevezzük ITS-nek, integrált településfejlesztési stratégia, mindenhol így fogjuk emlegetni ITS-ként. Ezt a belügyminisztérium szakértői támogatásával készítheti most el a város. A belügyminisztérium közbeszerzési pályázat során választotta ki azokat a szakértői csoportokat, akik az egyes régiók városaiban, a kis- és középvárosaiban készítik el ezeket a dokumentumokat. Így a közép-dunántúli régióban a KDITS című konzorcium kapta meg ezt a munkát, ők végzik. Ez a konzorciumnak a kiválasztásánál az elsődleges szempont, mint arról informálódtunk, az volt, hogy egyrészt a megyei fejlesztési dokumentumok készítői kerüljenek be ezekbe a konzorciumokba, illetve olyan szervezetek, akik a nem településfejlesztési műszaki kérdésekben, hanem társadalmi-gazdasági folyamatokban szakértelemmel rendelkeznek, és így alakult ki ez a konzorcium, aki az IRCI ITS készítésében is szakértőként részt vesz. Magában a munkában két céggel tartjuk egészen közvetlenül a kapcsolatot, ez a Pesterv Kft., aki a településfejlesztési műszaki részt viszi, illetve a gazdasági társadalmi részt pedig a MAPI Zrt. Önöknek mi ebben a konkrét feladatuk most? Hát jellemzően koordinálást végzünk, illetve adatgyűjtésekben, tehát a helyi adatok begyűjtésében mindenképpen tevékeny részt kell, hogy vállaljunk. Befejezésül egy
személyes kérdést hagyd tegyek fel, hogy önnek személyesen, mint osztályvezetőnek, tehát aki itt elég komoly befolyással van a város ilyen jellegű életére, hozott ez valami újdonságot, jelent valami újdonságot? Hát valami meglepőt, érdekes? Hát érdekes mindenképpen ez a munka. Én látom el a városi koordinátori feladatokat itt Zirc város részéről, és hát mindenképpen, tehát ez a terület, aminek tehát tudom, hogy mi a tartalma, elméletileg most a gyakorlati részét is megtapasztalhatom, mindenképpen érdekes. Nyílt napot tartott a Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a héten. Az iskola épületének felújítása miatt a művelődési házban elhelyezett osztályokat látogattuk meg. A szülők betekintést nyerhettek a tanórák játékos nyelvórák menetébe. Mendon tartotta nyílt napját az A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület a múlt héten. Tekintsék meg a Szemgál TV összeállítását. Néhány gondolatban csak az egyesületünk jelenéről és jövőjéről igazán röviden. Mindenféle híresztelés és korábbi tévhit, ami persze nyilván nem volt alaptalan, ellenére egyesületünk továbbra is két megyében fog dolgozni. Jóvá hagyta ugyanis a minisztérium, hogy kivételesen az egyesületünk maradhat két megyében, ami azt jelenti, hogy Fejér megye települései és Veszprém megye településeit érintjük, sőt a három járás négy járásra bővült, hiszen a Székesfehérvár járásból is még három település kapcsolódott hozzánk, így a jövőben 33 települést fog felölelni az egyesületünk. Ez a jelen, és ez lesz a jövő. A jövőt tekintve pedig egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen az egyik legfontosabb program, amit elindítottunk, ez a Vidék Minősége program, aminek önök aktív részesei, és remélhetőleg a térség lakossági pedig aktív haszonélvezői lehetnek, túlmenve persze a helyi lakosságon túl, mások számára is tudunk majd nyújtani kiváló lehetőségeket, akár termelők, akár a szolgáltatásokat igénybevők számára. Azt szokták mondani, illetve azt szokták mondani, vagy egy kínai mondás mondja talán, ha jól tudom, hogy az a jó köszöntő, ami rövid, én nem is kívánom ezt hosszabban folytatni, hiszen a kollégák szakmailag majd megfogják ezt az egészet indokolni és vezetni a mai napot. Mindenkinek kívánom, hogy eredményesen töltse itt el a mai napját, és élményekben gazdagon térjen majd haza, és folytassa ezt a munkát velünk együtt közösen tovább. A Kakukk vendéglőben sorra bemutatkoztak az egyesület működési területeinek prominensei. A burgonya és káposzta termesztés rejtelmeit Klaus Tibor ismertette. Azok kedvéért, akik nagyon nem nincsenek képben a burgonya termesztéssel, egy pár szóban elmondanám, hogy miért is csatlakoztunk mi ehhez a Bakonyi Márpához. Hát azért, mert problémás helyzetbe kerültünk ezzel a burgonya üggyel, meg a káposztafélékkel is. Azokkal talán kevésbé, mert rentábilisabb itt a Bakonyban, és nem annyira úgymond csapadékérzékeny. A burgonya termesztéssel a világban az a gond, mint ahogy a mezőgazdasággal is, hogy globalizálódik, és ez különösen jellemző a burgonyára. Mivel egyre nagyobb és egyre jobb technikával rendelkeznek a világ mezőgazdászai és termelői, és egyre jobb fajtákkal, ezért ugye egyre nagyobb termésátlagokra képesek. Ez a burgonyára nagyon jellemző, mert annyira hektikus a termés mennyisége, 100 mázsától akár 800 mázsáig. Itt Magyarországon is emlékszem 4-5 éve Mórahalmon volt egy 950 mázsás 3 hektáros csúcstermés átlag öntözve és kiszolgálva a burgonyát, tehát hatalmas 10-szeres, 8-10-szeres termés ingadozásokra képes a burgonya. Ebből adódóan egyre kisebb lett a világban, aztán hazánkban is a burgonya termőterülete, és mivel egyre kisebb lett, ezért a legjobb területek maradtak meg, és a kieső területek, az öntözhetetlen területek sajnos szűkültek, és hát ugye mivel a vásárló a szemével, illetve a fogyasztó szemével vásárol, ezért azok a területek maradtak meg, és azok a fajták, amik
gyönyörűek esztétikailag, és hatalmas a teremnek, ami jövedelmezőséget hoz a gazdának, viszont nem foglalkoztak a beltartalommal nagyon, talán még ma sem, és talán itt van még egy kis rés, ahol mi fent tudunk maradni, burgonya termelők itt a Bakonyban ezzel kapcsolatban. Az előadást étel, pontosabban termékbemutató követte. Ezen a laikusok és meghívott vendéglátók tesztelhették és pontozhatták a különböző típusú burgonyákat. Azt tudjuk, hogy bort hogyan kell kóstolni, megnézzük a színét, megillatoljuk savakat, egyebeket, harmóniát elemzünk, de hogyan kell burgonyát kóstolni? Hát ez egy egyszerű kóstoló lesz, leegyszerűsítettük, mert ugye a burgonya felhasználási területéből több fajta van. Az egész a burgonya keményítő tartalmán múlik, minél magasabb egy burgonya keményítő tartalma, annál szétfővőbb, szétesőbb. Azok, és minél kevesebb keményítő van benne, annál úgymond szappanosabb. És ebből adódóan vannak ABC típusú burgonyák, az A típusúak azok a salátának való burgonyák, ezek hosszú főzés után is együtt maradnak, teljesen más ízvilágot várunk tőlük. Aztán a B típusúak azok ilyen vegyes hasznosításúak, többnyire főznivalók, és a C típusúak azok a szétfevő burgonyák, ezek a lisztes burgonyák, ezek hiában sütik általában őket, vagy pedig pürének készítik. És mindegyiktől másfajta ízvilágot várunk. Egyszer ugye ízben kóstoljuk, na most itt ne gondoljunk akkora ízbeli különbségekre, mint a bornál, itt árnyalatbeli különbségek vannak. Aki egy kicsit kifinomultabb, meg gurmand jellegű, ő tud jobban különbséget tenni. Egyébként szokták még vizsgálni a burgonyáknál a szürkülés, feketedési jellemzőket, tehát főzés után egy órával, két órával, három órával, később mennyire tartják meg a színüket. Erre most nincs lehetőség, mert és az a jó, melyik tovább tartja a színét? Az a jó, melyik megtartja a színét, tovább tartja, és a séfek szempontjából pedig az a jó, amire megint nagyon nincs itt lehetőség, mert ezeknek a séfeknek, akik most részt vesznek, ezeknek ott kellett volna lenniük a konyhában, de erre sem volt idő, és ők pedig tesztelik azt, hogy hogy tudják kezelni, és mennyire stabil a fajta az ő elvárásaiknak a konyhatechnikai szempontból. Arra nem gondoltak még, hogy vodka gyártása is használható a krumpli? Nem gondoltunk még egyelőre, mert nagyon magas tőkeigény. Ugye a burgonyából régen főztek alkoholt, egy probléma van, hogy hidrolízissel a keményítőt meg kell bontani, és ebből adóan magasabb energiaigénye volt magának az alkohol készítésnek, meg amikor bejöttek a kukoricák és a kukoricából való alkohol, ha jól emlékszem, fele annyi kukoricából lehet ugyanannyi alkoholt főzni, mint burgonyából körülbelül, tehát gazdaságosabb volt és elfelejtődött. A nagy burgonyatermelő országokban ez nem így van. Ausztriában jártunk például egy burgonyafőző, illetve egy ilyen szeszfőző üzemben, ahol szintén egy megmárkázott helyi sajátosságnak megfelelő burgonya vodkát állítanak elő. Lengyelországban a Chopin vodka az egy nagyon jellemző és nagyon híres vodka, valamint Angliában van egy vodka, ő a csúcs, ő a világban a csúcs, a San Franciscói Vodka Fesztivált megnyerte, és már többször megnyerte, nem emlékszem. De akkor ez nem egy zsákutca, tehát elvileg lehet, van rá lehetőség. Magas, nagyon magas hozzáadott értékkel és magas technikai felszereltséggel nagyon jó minőségű vodkát lehet a burgonyából készíteni. Visszatérve a konyhához, hiszen a legtöbb házi asszonyt vagy házi gazdát az érdekli, hogyan lehet kiválasztani a jó burgonyát az üzletben? Jó, ha rá van írva egy C vagy A típusú, de legtöbbször csak egy háló van, és esetleg az, hogy Magyarországon termeltél. Fontos, hogy magyar termelő legyen. Gyakorlatilag Magyarországon még gyerekcipőben jár, de Németországban a háziasszony, és nem csak Németországban, hanem tőlünk nyugatabbra, nagy burgonya termelő országokban a háziasszonyok kifinomultabbak ebből a szempontból, ők fajtára vásárolnak. És ott nagyon fontos a fajta garancia. Tehát, hogyha egyszer egy háziasszony csalódik egy fajtába, netán összekeverték a fajta nevet véletlenül ott nyugaton, akkor abból már többet nem vásárol, vagy abból az üzletből nem vásárol. Ott nagyon szétválnak a felhasználási tulajdonságok, és speciálisan így módon vásárolnak. Magyarországon ez még egy kicsit gyerekcipőben járt. És én
úgy hallottam, hogy a háború előtt ez a fajta gondolkodásmód érettebb volt, aztán egy időben elfelejtődött, és most megint egy kicsit előtérbe kerül. Hát mondjuk nem csak a háziasszonyok tehetnek, mert a piac működött úgy, hogy eltűnt a gülbaba, meg eltűnt a rózsa, meg eltűnt a mit tudom, micsoda, hanem krumpli lett helyette egyszerűen. Így van, így van. És most mit lehet tenni ez ügyben, mert említette, hogy összegyűjtött hirtelen fél óra, vagy egy óra 17 fajtát. Igen. Hogy hol lehet ezeket hozzájutni, mondjuk az egyikhez közül? Ennek a bakonyi márkának az lesz a célja, hogy megpróbál, tehát ennek is az lesz a célja, hogy megpróbálunk egy ilyen irányban egy érettebb gondolkodást, mind a termelők, mind a fogyasztók részéről kialakítatni, vagy kialakítani, és ebben az irányban ugye milyen fogyasztói rések, vagy termelői rések vannak, és ezeket a réseket betölteni, és finomítani, és precízebbé tenni ennek a termelését, és magát a fajta választékot, meg a fogyasztói szokásokat. Ezt minden értem, de hadd kérdezek vissza, hogy hol lehet hozzájutni. Tehát az ember hogy szerethessen meg egy fajtát, ha még a nevét sem tudja, meg azt, hogy hol lehet kapni. Hát igen, ez nehéz kérdés. Egy folyamat végén. Így van, egy folyamat vége lesz, nálunk majd kapható lesz. Egyébként Olaszfaluba, hogyha bejönnek Zircre, Esztergárra, Bakonyi falvakba, ez mindenhol kapható lesz. Tervezzük azt, hogy a háztól való értékesítést különböző reklámanyagokkal, szórólapokkal, honlapokkal, valamint biztos találkozott már olyannal, hogy végigmegy egy ilyen bakonyi falun, és ki van rakva, hogy burgonyeladó. És ezek ilyen házilag készített kis táblára vannak kiírva, ezeket szeretnénk esztétikailag egy egységes formá, egy megjelenési elemekkel vagy táblákkal kihelyettesíteni, valamint ugye nálunk a 82-es főúta az, amelyik átmegy ezeken a falukon, és gyakorlatilag egy ilyen régiót, burgonya régiót szeretnénk kialakítani, amit ilyen táblákkal szeretnénk jelölni, tehát az út szélére. Hát ez egy nehéz folyamat, mert ugye a közútkezelőnek, meg egyéb hatósági előírásoknak meg kell felelni. Ha ez átmegy, sikerül, akkor jártunk például Ausztriában, ahol onnan loptuk az ötletet, ahol vannak ilyen különböző régiók, mezőgazdasági régiók. Találkoztunk Mangalica régióval, ahol mangalicát termelnek, és ugyanúgy a termelők ilyen csoportosultak, és közösen képviselik az érdekeiket, de jártunk ugyanilyen burgonyás környékbe is, és hát egy kicsit tőlük lopva szeretnénk hasonló ötletekkel egy ilyen burgonya régiót kialakítani, és ennek egy marketinggel ismertebbé tenni a régiónkat, és akkor lesz majd lehetőség tőlünk vásárolni. Most az igazi mégiscsak az lenne, ha dolgoljuk ezen a témán egy kicsit, hogyha 2 kilónként lehetne vásárolni helyben az üzletben, mondjuk Veszprémben, és nem 30 kilót venni, és azért utazni, mert nekem kicsirázik 30 kiló, mire megeszem, az sok. A másik cél az, hogy bejussunk kisebb üzletláncokba, amelyek a környékbe élmiszert forgalmaznak, de mint mondtam a kis előadásomban, hogy a burgonya megjelenése miatt, tehát az esztétikai megjelenése miatt ez még egy kicsit, tehát több munkát igényel. Meg kell választanunk azokat a fajtákat, amelyek kevésbé jellemzőek erre a vagyagos talajra, ahol nem túl szépet tudunk produkálni, és meg kell a fogyasztókkal ismertetni azt, hogy ebben a régióban termelt burgonya jó minőség, és ne foglalkoznak a héjnek, tehát a burgonya héjnek. Rá kell érni mindenki, hogy ne ítélj elsőre, nem? Így és van, akkor föl kell tenni azért. Van. Mert ha meg lesz tisztítva az a burgonya, akkor utána nem számít, hogy milyen a héja, az a lényeg, mi van belül, és milyen ízvilággal fog találkozni a vevő. Ez egy hosszabb folyamat, ezt megpróbáljuk kialakítani, és abban az irányba is elmennénk, hogy ezekhez a zöldségboltokhoz és kis áruházláncokhoz be tudjuk jutatni a márkázott termékeinket. De bánni kell tudni a krumplival, ugye? És ez trükkökre van szükség, hogy nem mindenki ismer, például. Hát ott kezdeném, hogy eleve 18 évig voltam üzletvezető, majd közékezdő cégnek vagyok az igazgatója, és nagyon sokszor el szoktam mondani a tapasztalataimat, amit vagy az anyukámtól tanultam, vagy a munkám során tanultam, vagy pedig háziasszonyként tanultam. Most ott nem tudom, ki fogja ezt a műsort nézni. Háziasszonyoknak három trükköt szeretnék elmondani. Az egyik, ha a krumplit, azt szokták mondani, hogy ha a krumplit át akarják törni, a krumplit melegen kell áttörni. Ha ebből krumplipürét szeretnének csinálni, akkor rögtön melegen kell kikeverni, és a krumplipürét megcsinálni belőle. Ha viszont gombócot szeretnének belőle csinálni, vagy bármilyen krumplis alapú tésztát, tehát mondjuk gombócnak a tésztát, vagy nudlit, vagy bármi mást,
akkor szigorúan tilos ilyenkor hozzátenni a lisztet, és melegen ezt megcsinálni, nyúlós ugyanis lesz. Egy ilyen nyúlós, undorító valami lesz belőle, tehát akkor meg kell várni, hogy kihűljön, és akkor lehet hozzátenni a lisztet. Még egy furcsa dolgot tud csinálni a krumpli. Háziasszonyként fordulhat elő valakivel, föltetem a teljesen mindegy egyébként a burgonyának, hogy ezt hideg vízbe teszik föl, vagy meleg vízbe teszik föl, teljesen jó lesz mind a kettő. Én speciál háziasszonyként mindig először fölteszem a vizet, és mielőtt fölforr a víz, az alatt megpucolom a krumplit, időt spórolok vele, bele lehet tenni. Tehát teljesen mindegy, hogy hidegbe vagy melegbe teszi föl valaki a krumplit, meg fog főni. Viszont, ha egyszer föltettük a krumplit, akkor nem szabad abba hagyni a főzését. Úgy jártam, hogy egyszer fölraktam a krumplit, a férjem meg ügyesen elmentem, és hát jót akart nekem, hogy nehogy oda égjen, lekapcsolta, de még nem volt megfőve, állt egy órát így magába, én már azt hittem... Langyos vízbe, vagy kicsit melegbe, nem lehetett soha többet megfőzni. Na most ez akkor kellemetlen, ez nagy üzembe is előfordulhat. Ez viszont már a közétkeztetésre vonatkozik. A közétkeztetésben úgy van, hogy előző nap, ahol tisztítják a burgonyát, hogy megfőznek, kimossák a üstöket, és hát ugye, ha elég nagy mennyiségű krumplit kell másnapra megtisztítani, megpucolni, akkor ezt ebbe az üstbe tesznek vizet, és abba belerakják. Igen ám, de hogyha nem hűl ki az üst rendesen, és beleteszik a vizet, langyos lesz, fölmelegszik egy kicsit, langyos lesz a víz, és abba belerakják a másnapi krumplit, akkor ettől a langyos vízbe állástól szintén megüvegesedik a krumpli, és kőkemény lesz, meg főhetetlen és borzasztó vízű. Ez veszteséges. És akkor még egy apró tükköt hagy mondjak el, amit az előbb itt már a kollégáknak meséltem, hogy a burgonya az megbarnul. Főleg, hogyha valaki strapacskát, vagy ilyen reszelt tócsit akar csinálni, akkor erre remek módszer, a hagymában levő kén, az megakadályozza, hogy megbarnuljon, tehát például lereszeljük a tócsit, és még az a burgonya is, amelyik már a reszeléskor megbarnult, ha hozzáreszeljük a fokhagymát és a kis hagymát, vöröshagymát, akkor ettől megfehéredik, és akkor ez a strapacska is például hófehér lesz. Nagyon sokszor éttermemben szürke a strapacska, hát azért, mert nem tudják, hogy egy pici hagymát kell hozzáreszelni, és akkor hófehér lesz a strapacska. Cserébe elmondani ki is egy trükköt, nem tudom, hallottam már róla, hogy hogyan lehet szép aranysárga chipset, vagyis hogy ilyen pomfritet készíteni. Kétszer sütjük meg a krumplit. Először megsütjük 140 fok körül, aztán kiszedjük, nem barnult még meg, utána fölemeljük az olaj hőmérsékletét 200-220-okra, visszalak is egy perc alatt aranysárga krumpli lesz belőle. És nagyon finom, roppanós. Ez nagyon jó módszer, sőt még akkor még hozzáteszek valamit. Én 16 éves koromban, nem mondom meg, hogy milyen régen volt, Bulgáriában dolgoztam. Ilyen kis tanulóként. És akkor hát az volt a feladatom ott délelőtt, hogy egy ilyen egész lábas krumplit, még akkor nem volt ez a gépi nyomó, meg kellett pucolni, és utána egy ilyen karos valamivel hasábburgonyát készíteni belőle, majd ezek után ezt a krumplit ki kellett sütnöm. És akkor szétterítettük egy tepsibe, ami utána összeesett, ilyen kis teljesen lekonyult. Igen ám, de amikor este jött a nagy buli, akkor ugyanez történt, mint amit most elmondott, csak hosszabb intervallumban. Újra megsütötték. Úgy van, és akkor már csak egy pillanatra kellett bedobni a frituba. Igen. És akkor amikor jött a friss prom, ott volt a fish pomfrit tulajdonképpen, és hát nem kellett órákig várni rá. Tehát köszönöm, ugyanez a módszer, csak hosszabban. Nem tudom, mi lesz most a következő ebédnek a menüje. De ugye, ha valami bakonyi módra készül, akkor van gomba. És itt gombás szakkört nem láttam a felhozatalban. Nem lehetne a bakonyi gombát kicsit népszerűsíteni, vagy szárított formában előállítani, hogy valamilyen módon úgy piacra juttatni, hogy szélesebb körben terjedhessen, és télen is?
mindenképpen készülünk erre is. Most az evédben is megjelenik a gomba, tehát több felületen a levesben is lesz gomba, illetve a főételek között is találhatunk gombát. Egyébként beszéltünk már róla, hogy valószínűleg a tavasszal lesz egy olyan előadás sorozat, egy 10 alkalmas, 4-4 órával, terepi gyakorlattal, ahol a bakonyi gyógynövényeket, gombákat fogjuk megismerni, és ezeknek a későbbi gyűjtéséről, szedéséről, hasznosításáról is volt már szó itt az aktív tagjaink körében. Örülök, hogy nyitott kapukat döngetek. Most az előadásra visszatérve említette külföldi kapcsolatokat is, hogy ez egy erősödő vonal. Ez azt jelenti, hogy Spanyolországból importáljuk a tudást pillanatnyilag? Tulajdonképpen így is lehet mondani, hiszen ők voltak az első projektgazdák, ők találták ki ezt a projektet ezelőtt körülbelül 20 éve már, és onnan terjedt el ez több európai uniós országba. Elsősorban a déli országokban volt nagyon népszerű, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban és Görögországban is voltak követői. Most akik nálunk érdeklődnek, ezek a közép-kelet-európai országok, tehát lényegében a szomszéd országok jöttek el, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Románia és Lengyelország érdeklődik erősen a vidék minősége program iránt. Az egyik legfontosabb teendők ugye a marketing, a piaci jutás erősítése. Hogyan állnak ezzel a munkával? Folyamatosan dolgozunk rajta, nem csak mi a munkaszervezet részéről, hanem a szektortagok bevonásával. Minden szektor önállóan tervezi a grafikus segítségével természetesen például az óriás plakátjait, amit frekventált út felületek mellé kívánunk elhelyezni. Emellett a boltokhoz, szállodákhoz is tervezünk olyan kis polcokat, diszpléjeket, ahol lehet bemutatni és kínálni a helyi termékeinket. Emellett rengeteg olyan marketing füzetecskét, lapot tervezünk, amit a termelők tudnak adni a vendégeknek. Bármennyire is erőteljesen társadalmi alapokon nyugszik a dolog, még sincs ingyen az, amiről beszél az imént, vagy beszélt az imént. Honnan szerzik az anyagi forrásokat? Tulajdonképpen mindig pályázatokból dolgozunk, Európai Uniós forrásokból. Kizárólag eddig ENVA forrásokat vettünk igénybe, ez most már a harmadik pályázatunk. Jelen pillanatban ez egy 50 milliós projekt, aminek a segítségével megtehetjük azt, hogy összefogjuk a termelőket, és tulajdonképpen ezeket a beruházási elemeket mi fizetjük, nem kérünk ezekért pénzt a termelőktől. Előfordult, hogy valamikor a távoli jövőben a saját lábára áll majd ez a mozgalom? Mindenképpen ez lenne a cél, hiszen a spanyolok is elmondták nekünk a tanulmányutakon, hogy a 20 éves működési tapasztalatnak a leglényegesebb része az, hogy ennek a saját lábára kell állni, át kell adni majd az egész napi működtetést a vállalkozók, termelők részére, hiszen az ő bevétel növekedésük a cél, és ezt ők tudják legjobban menedzselni, nem pedig egy közvetítő szervezet. Ennek ugye az a dolga, hogy népszerűsítse a móri borvidéket, és bor királynői minőségben, méghozzá a tavalyi év bor királynője. Hogyan jutott ez a címhez? Vagy sokat mutatkozott borászok társaságával, és önön ragadt? Jelenleg szőlészborásznak készülök, tehát innen is az indítatás, hogy elinduljak a versenyen. Minden év, október első hétvégén Móron a Móri Bornapok, és ennek a keretein belül kerül megrendezésre a bor királynő választás. Most is szeretettel várnak mindenkit. Igen, így van. És itt van egy ilyen vetélkedő, elméleti feladatok vannak benne, egy tesztet kell kitöltenünk, van egy gyakorlati része is, lopoznunk kell, fel kell ismernünk az ezerjót, és akkor ennek az összeszítését... Tehát nem elég szépnek lenne, okosnak is. Nem feltétel egyébként. És ennek, aki a legtöbb pontszámot gyűjt össze a versenyt, az nyeri el egy évre a bor királynői címet. Most ide milyen csomaggal érkezett idézőjelben, persze, hogyan népszerűsíti, vagy mit mond el a Móri borvidékről? Egy prezentációt állítottam össze, szeretném megmutatni, vagy bemutatni az embereknek, hogy egyáltalán hol is helyezkedik el Mór, borvidékek között, a főfajtánkat, az ezerjót, ugye az az ászlós borunk. Szeretném a programjainkra meghívni a kedves vendégeket, tehát erről is hoztam egy csomó képet, tehát ugye ezzel is felkeltsem az érdeklődést. És ha szabad kérdezem, mi a jó a Móri ezerjóban, azon ki, hogy a nevében benne van az, hogy ezerszer is jó? A Móri ezerjóra tudni kell, hogy fiúnemző hatása van. Tehát, betegszik a nász éjszakák borával, a somlóival, ugye? Somlói jufarka. Jufark. Így van, tehát ezt is próbáljuk népszerűsíteni ezzel, hogy októberben, ugye a bornapok keretein belül van egy szobor, a puttó szobor, és ebből bornapkor ezer jó folyik. És
mindig odahívjuk a párokat, hogy akik ott bornapkor fogyasztanak, és 9 hónap múlva, vagy a kisfiú születik, azt a következő év bornapján mindig megjutalmazzuk egy ilyen csomaggal, és ő lesz az ezer jó baba. Egyébként milyen helyet foglal az ezer jó a borok sorában? Én nem nagyon szoktam látni az üzletek polcaimat, csak én vagyok figyelmetlen? Nem, ugyanis csak Móron, illetve a kunsági borvidéken található ezer jó. Tehát nagyon szűk, tehát nem egy sárdoné, hogy mindenhol. Tehát ez, igen, tehát ez kifejezetten kisebb területeken található meg. Tehát ennek tudható be az, hogy nem találkoznak vele a polcoknál. Önnel mikor találkozhatunk majd először borászként? Hát, ha minden jól megy, akkor remélem 3 év múlva, de jövőre terve van az első borom. Igen, tehát van szőlője is? Igen. A családi szőlészetben? Nagypapám szőlőtermelésze borászkodással foglalkozik, és most az ő szárnyai alatt szeretném. Igen. És meg lehet érni arra felé a borból? Én úgy látom, hogy egyre inkább igen. Tehát most van fellendülőben, tehát az utóbbi években azt veszem észre, hogy egyre nagyobb szerepet kap Magyarországon és a környező országokban is a bor szeretete, és a fiatalok körében is nem csak azt látom, hogy ész nélkül igyunk alkoholt, meg akármint, hanem hogy tudatosan választanak borokat, és akkor borozzunk. És önnek az a dolga az egyik, hogy megkedveltesse a jó fajtákat a fiatalokkal is. Így van, tehát a baráti körben is mindig ugye cukkolnak, hogy én vagyok a borkirálynő, hogy mit ajánlok, hogyha elmegyünk valahova vacsorázni, vagy beülünk valahova, akkor mindig tőlem kérdezik meg, hogy na, a borkirálynő mit ajánl, mit ígyunk. Gondolom nem is szoktak csalódni az ajánlatában. Nem, megbíznak az ízlésemben. Nagyon érdekes a méhek világa, nagyon sok mindent mondhatnánk róluk, de a vége az, hogy mézet állítanak elő, ami az ember barátságos módon hozzájut, tehát anélkül, hogy megsérteni a méhek igazi lelki világát. Ön mióta foglalkozik méhészkedéssel? Én 1979 óta méhészkedem. És hol? Herenden. Nem vándorol néha? De igen, igen, mert azért fajta specifikus mézeket is állítunk elő, tehát akácméz, hársméz, repceméz, ezekre mindenhova vándorolni kell. Meg vannak már a bevett helyei? Igen, bevett és védett, mert sajnos azért lopják a méheket is. A méheket ellopják? Ja, amikor kitelepülnek, ugye, és utána magukra kell adni őket egy darab ideig legalábbis. Állandóan nem őrizheti az ember őket, tehát nem lehet ott mindnap. Igen, és kutyával se lehet a méheket megőrizni, mert... Hát valahogy nem szeretik egymást. Most visszatérek komolyra fordítva a szót. Milyen előnyei vannak a mézfogyasztásnak? Röviden össze tudnál foglalni? Hát a mézfogyasztásnak rengeteg előnye van. Úgy vesszük, hiszen a mézek azok gyümölcs, javarészben gyümölcs és szőlőcukor tartalmaznak. Rengeteg nyomelemet, kevés vitamint. Ezeknek az összetevői mind beépül a szervezetbe. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem eszek mézet, mert hízlal. Ez nem így van, mert a méz az magában nem hízlal, hiszen a gyümölcscukor az beépül a májba, és segíti a májnak a vérraktározását, amíg a másik a szőlőcukor, az viszont szintén egy azonnal felbomló cukor, ami az izmokat segíti, izmokat erősíti. Hát nem lehet rámondani, hogy hízlal. Nagyon jó nyugtató, nagyon jó például valakinek a szervezetének a beállítására. Nagyon sok méz fajta mondható, hogy a köhögésre, tehát hőrkurutos megfázásokra használható. Hogyan fogyasszuk a mézet? Mondjuk egy egészséges ember, ha nem akar beteg lenni, mit tegyen a méz ügyben? Hát a mézet azt bármikor, bármely napszakban nyugodtan fogyasztható. Ajánlott azért egy napi 2-3 kanállal megenni, de nem kötelező ez, tehát nem kell ebből rendszert meg nyűgöt csinálni, hogy állandóan mézet eszünk. Amikor az ember megkívánja, vagy mikor éppen jól esik, többféle elkészít, tehát többre is lehet használni a mézet, akár tejaként, ugye, akár belekeverve ételekbe, süteményekben, húsoknak a sütéséhez. A grillezéshez is jó a méz. A grillezéshez is így van, ahhoz is nagyon jó a méz. Sőt, hogy ha este fogyasztunk mézet, akkor könnyű álmunk lesz. Tehát van egy ilyen nyugtató-altató hatása is a mézeknek. Viszont kevés szó esik a méz készítés melléktermékeiről, amiről korábban azért, mint a többet beszéltek róla, és igen, jó hatása vannak a szervezetre. Igen, hogy ne. A méhek nem csak mézet gyűjtenek, ugye, hanem virágport is. A virágpor végül is a növényeknél, a hima bibén levő, tehát
mondjam, a virágpora, amivel ugye megtermékenyítek a növényeket, nagyon gazdas összetevőjű, és nagyon jól erősíti a szervezetet. A virágpor mellette még van a propolis, csodálatos gyógyhatásai vannak a propolisnak, főleg egy beteges embernek, vagy legyengő szervezetnek a raborálószereit is mondhatjuk, hogy a propolis megelőzi, és nem csak, hogy megelőzi, hanem le is állítja bizonyos belső rákos daganatokat a szervezetben. Itt önöknek az egyesületen belül milyen szervezeti életük folyik, ha szabad így kérdezni? Mikor jönnek össze, hogy hogyan cserélnek tapasztalatokat? Hát időszakosan van egy összejövetelünk Zircen, a központban. Azon kívül találkozunk mi piacokon, vásárokon egymással, és mondhatni, hogy a méhész társadalom egy olyan társadalom, ahol barátságban van mindenki egymással. Apropó barátság, nem érik önöket külső támadások mondjuk a kereskedők részéről, tehát mondjuk olyan mézet hoznak forgalma, amiről önök be tudnák bizonyítani, hogy nem is méz. Igen, hát érik, de érnek bizonyos embereket támadások is, jogosan is. Mert azt mondanám, hogy mi, bár főleg akik itt vagyunk a Bakonyértnél, mi büszkénk vagyunk arra, hogy nálunk a méhek készítik a mézet. És megvárjuk, amíg a megfelelő 18-20%-os víztartalmára lecsökkentik a víztartalmat a méhek, és csak utána pergetjük, vesszük el a mézet a méhektől. Tehát jó minőségű mézet árulunk. Hát annyit hadd mondjak, hogy a középkorban és annak idején kézlevágással büntették, aki mézet hamisított. Hát nem ártana valami hasonlót bevezetni most is. Hallott már arról, hogy a magyar mézet méz minőség javítása használják külföldön? Igen, hogy ne tudunk róla. Sajnos ez van. És helyette ugye kiviszik a mi jó minőségű mézünket, és sajnos elég gyenge minőségű mézzel találkozunk, főleg nagy áruházláncoknak a pultjain. Sőt, mondhatnám azt, hogy olyan is van közöttük, amik még méhet se látott. Hogyan vigyázhatunk mi az ilyen, hogy ismerjük, kisiklásokra, hogy véletlenül olyan mézet vegyünk, ami nem is igazán méz, hogyan ismerjük meg mondjuk az üzletben? Hát amíg nagyon folyékony, ha megfogunk egy üveget és elkezdjük mozgatni, és nagyon folyékony, az értelemszerűen azonban inkább izócukor van, és egyéb más, a méz a legkevesebb. A méznek van egy tulajdonsága, minden méz előbb-utóbb bekristályosodik. Ezáltal nem veszít a tápanyag értékéből, hanem csak az összetevő. Tehát az összetevői változnak meg, kikristályosodik, de például egy hörkurutra sokkal kedvezőbb hatást vált ki egy kristályosodott méznek a fogyasztása, mint a sima mézé. Apropó, itt tartunk, egyszer betettem ilyen kristályosodott mézet, hogy ki tudjam szedni az üvegből mikróba, és visszaolvad, hogy úgy mondjam erre. Azt mondta egyik ismerős, hogy meg vagyok én őrülve, nem szabad mikróba tenni a mézet, mert teljesen megváltoznak a tulajdonságok. Nem mondott rosszat a kedves ismerőse, mert így van. Most egy 40 fokig lehet felmelegíteni mézet ahhoz, hogy az illóanyagai ne menjenek el, ne sérüljön a belső szerkezete. Effelett még jó, az sütése, meg grillezése egy évekre arra használható, de már maga az élvezeti és a hasznossága, tehát az már tönkre megy. Nem tudom, mennyire telített ez a piac, de biztatná-e másokat arra, hogy csapjanak föl most méhésznek? Érzem, mindenkinek megvan adva a lehetőség, hogy méhészkedjen, aki szereti, és hosszú távon gondolja, de sajnos nagyon sokan beleugranak, elkezdik és abba hagyják. Tehát kevés a pénz ehhez, igazi elszántság és hivatástudat is kell, az egyszerűen csak hosszabb távon lehet ugye kiteljesíteni, és nagyon sok tudással. Igen, egy méhész is úgy van, mint jó pap, holtig tanul. A méheknél okosabbak nem lehetünk, azért tudomásul kell venni, hogy az ő társadalmuk az hozzá nyúlás nélkül is tökéletesen működik. Hát annyit tudnák ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a méhészet, a méhek az egyfejös tehén. Tehát csak annyi a munkánk, hogy majd szépen elveszünk tőlük a mézet évente, aztán abból meggazdagszunk. Hát nem így működik, nagyon kemény munka ez. Mostani vegyszerrel telített világban sújtják önöket a környezeti hatások, már úgy értem az emberek részéről és a más gazdálkodók részéről? Hát előfordul. Előfordul, hogy gazda nem odafigyelve, nem abban az időben, amikor permetezni kellene, olyan vegyszert használ, ami ugyan lebomlik, de amit este kellene használni, vagy késő délután, mikor már a méhek befejezik a munkájukat, és sajnos ezzel sok méhmérgezéssel találkozunk. Amit sikerült eddig legalábbis megvédeni, hogy a GMO-s dolgok nem jönnek be, vetőmagok, bár ugyan már
sajnos halljuk, hogy előfordul hazánkban is. Azért megvan az egyensúly, és tudnak szimbiózisban élni egyéb gazdálkodókkal is. Hogyne, semmi. Sőt, nagyon sok gazda kér ma már bennünket arra, hogy akinek gyümölcsöse van, ugye. Direkt hasznosak a méhek. Így van. Én is, mikor ahol élünk és ahol a méheink vannak, ugye, vagy 26 szomszédunk van, hát egy-ketten kicsit furcsán néztek, feltételekkel fogadtak bennünket, viszont a nyár végén már közölték, hogy hát 25-30%-kal több a termés. Szóval így mondjuk kiküszöbölhető. Meg hát azért... ez a bepolzást a méhek végzik. Hisz tudjuk azt, hogy ha a méhek elpusztulnának, egy 4-5 éve van még vissza az emberiségnek. A Szentgál TV összeállítását láthatták. Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a Szarvaskút 15, a Kőkapu 10 és a Pintér 5 útvonalakon túráinkat. Most szombaton számos túrázni vágyó érkezett már a hivatalos rajt előtt, ezért nevezéseiket 8:30-tól kezdtük el. A jelentkezési lapok kitöltése után átvették a kiválasztott útvonalak leírását, egy tesztlapot, valamint tájékoztatást kaptak a szükséges információkról. Mindhárom útvonalon szép számmal túráztak a résztvevők. 80-an rajtoltak el a 15 kilométeres távon, míg a Kőkapu 10 és Pintér 5-ös útvonalon 32, illetve 24 fő indult el. Minden korcsoport képviseltette magát a túrán. A legfiatalabb jelentkezünk fél, még a legidősebb 67 éves volt. Mindketten a Pintérhegyi körutat értek végig. Meglepetésünkre legmesszebbről érkező túrázóink Finnországból, Suomiból jöttek el hozzánk. Hazai túrázóink az ország számos pontjáról érkeztek. Hazai legmesszebbről érkező túrázónk Kelebiából tette tiszteletét nálunk. Megfáradt túrázóink képségben igaz kicsit csárosan értek vissza a célba, ahol nagy szeretettel vajas, zsíros, lekváros kenyérrel, teával vártuk őket. A teljesített táv után senki sem ment el tőlünk üres kézzel, mindenki kapott jelképes ajándékot és természetesen emléklapot. Külön díjaztuk a legmesszebbről érkező, a 2-3 távot teljesítő és a tesztlapot kitöltő túrázókat. Túrázóinknak tetszettek a szép vadregényes utak, a fotózásra is kiváló helyszínek, számukra az erdők, tavak, források páratlan élményt nyújtottak. Elismerően nyilatkoztak a túra megszervezéséről, az útvonalak kijelöléséről, a térképes útvonal leírásról. Külön kiemelték az ingyenességet, mivel ez igen ritka a szervezett túráknál. Megjöttek a finn és magyar barátok! A Béke Fiantalvárosi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB köszönetet mond az Erdélyi Baráti Kör Egyesület tagjainak, akik kijelölték, megfestették az útvonalakat. A Verga Veszprémi Erdőgazdaság ZRT-nek, valamint a Bakony Agro Kft-nek, akik engedélyezték a területükön való áthaladást, a túra útvonal kijelölését. A Királyi Kúti Vadásztársaságnak a tájékoztatásért, nagymamáink finomabbnál finomabb lekvárjaiért, megjelemelték a túrázók ellátásának színvonalát. A rendezvényről képi dokumentáció a Béke Fiantal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB weboldalán és Facebook oldalán található. Az Internet Fiesta program sorozat keretében Őseink a Világhálón címmel internetes családkutatás programra került sor a Városi Könyvtár Klub termében. Hát először is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy előadhatok ezen a rendezvényen. Maga az előadás az a családkutatással, családtörténeti kutatással foglalkozik, ennek is az internetes lehetőségeivel, mivel korunkban számos internetes adatbázis áll rendelkezésünkre, és ezek segítségével megkönnyíthetjük, illetve nagyban segíthetjük, meggyorsíthatjuk a kutatásainkat. Alapvetően azonban ezek az adatbázisok, amik interneten elérhetőek, ezek nem elegendőek önmagukban a teljes családfánknak a felépítéséhez, ezért szeretnék egy kis módszertani áttekintést is adni, hogy hogyan érdemes elkezdeni, folytatni, és igazából véleményem szerint
az internetes adatbázisok azok egy köztes pozíciót, állapotot jelentenek az amatőr kutatók számára. Tehát először otthon a családban érdemes elkezdeni a kutatást, aztán az internetes adatbázisokhoz nyúlni, és akkor onnét pedig lehet a levéltárakhoz fordulni, ahol pedig kiteljesedhet maga a kutatásunk, és akár egy életen át tartó elfoglaltságot, hobbit találhatunk, ami egy nagyon szép és értékes nyomozó munkát jelent az emberek számára. Egyházmegyei ifjúsági napot szervezett a Jeskó étteremben az Irci Református Misszió Egyházközség. Pápai Református Egyházmegye ifjúsági napját tartjuk itt Zircen, ez minden évben megrendezésre kerül, és mindig valamelyik református gyülekezet vállalja el ennek a szervezését és a lebonyolítását, és ebben az évben a Zirci Református Egyház vállalta ezt fel. 80 fiatalt várunk ide most erre a napra. Most délelőtt elkezdjük a rendezvényt, és majd 3 hónap év véget. A délelőtti rész egy kicsit komolyabb lesz. A témánk az, hogy kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez a fiatalokat érdekelheti. Egy zenés áhítattal kezdünk, utána előadás lesz, és az ebéd után egy kicsit kötetlenebb formában, kis csoportos beszélgetésben, vetélkedőben leszünk együtt, és 2 órára várjuk majd a kávészünet zenekart, akik megzenésített verseket adnak elő a fiatalok számára fogyasztható könnyű zenei formában. Kelemen Gábor önkormányzati sajtóreferens 70 éve indult el a Fájdalom vonata című írását közöljük. 70 éve indult el a Fájdalom vonata. A napokban múlt éppen 70 éve, hogy a II. Világháború következtében az Irci járás Leventéjét elhurcolták. A Fájdalom vonata 1945. február 28-án indult nyugatra. Répás József zirci lakos, aki a közelmúltban a Bakonyi Filmbarátok körének szervezésében az első világháború hőseiről is megemlékezett egy előadás keretében, hívta fel a figyelmünket az évfordulóra és az emlékezés fontosságára. Az általa összegyűjtött cikkekből kirajzolódik előttünk egy tiszterci szerzetes alakja, aki tartotta a lelket a családjuktól elszakított fiatal emberekben. A Levente szervezeteket a 12 és 21 év közötti rendszerét iskolákból kimaradt fiúk katonai előképzését és nemzeti szellemű nevelését szolgálták. A testnevelés mellett jelentős hangsúlyt fektettek a fegyelemre és a valláserkölcsi nevelésre. A helyi társadalom szépkorú polgárai, mint szemtanúk visszaemlékezéséből megtudtuk. Volt rá kezdeményezés, hogy megakadályozzák az Irci Leventék elszállítását, de mindez nem sikerült. Az 1929-es születésű Pálinkás László volt zirci, jelenleg dudari lakos, megélte a Levente sorsot, és 70 év múltán felidézte az akkori időket. Németországba, majd Franciaországba kerültek, és csak 1946 májusában tértek haza. Répás József szomszédja, néhai Rottenbücher Antal is közöttük volt, és sokat mesélt a nehéz időkről. 3 évvel ezelőtt a Répás család megvendégelte, és megemlékeztek a nevezetes napról. Nagyon elérzékenyült, és hazament néhány dokumentumért, amelyet izgatottan mutatott meg. Akkori fényképek kerültek elő a vasútállomáson bevagonírozott Leventékről, amelyet egy német tiszt készített róluk, és a búcsúztató rokonoknak adta. Felsorolta, hogy kik láthatók a képen rajta kívül, meséli Répás József. A dokumentumok között levelek is voltak, melyeket Rácz Sándor néprajzkutató, volt zirci apátsági inast küldött Rottenbücher Antalnak. A levelezésekből lehet következtetni arra, hogy a képen látható személyeken kívül kik voltak még az irci járásból elhurcolt Leventék. Közülük már nagyon kevesen vannak közöttünk. Nevüket követően a legutóbbi lakhelyüket jelöltük meg. A felsorolás nem teljes körű. Dülk Ferenc, Rimai István, Szirbek Gyula, Németh Ferenc, Heblinger László, Biber József, Zirc. Horváth József, Pálinkás László, Jakab József, Dudar. Dégi István, Juhász Miklós, Bakony Nána. Olá László, Bakony Bél. Dr. Egyed József, Pécs, volt Veszprém Varsványi lakos. Magstetter János, Akli, később Lovasi lakos. Rácz Sándor a Fájdalom vonata című cikkében emlékezett meg az Irc és vidéke 1992. januári számában
a leventék elhurcolásának körülményeiről. Az írás, amellyel 1984-ben egy pályadíjat is nyert, tisztelgés rokonai Simon ciszterci szerzetes emléke előtt. Az írci ciszterci apátságban voltam szobainas, amikor a II. Világháború végórája felé, 1945. február 28-án Németországba hurcolták Zirc, és a volt zirci járás 1926-1930 évében született Levente fiataljait. A bevagonírozás az írci vasútállomáson történt. Sírás és zokogás töltötte meg a vagonokat, és a fiakat kísérő hozzátartozók tömegét len a vágányok között. Rokonai Simon ciszterci szerzetes, nagyesztergári plébános a nevezetes napon 1945. február 28-án szánkóval behajtott Nagyesztergárról az írci vasútállomásra. Ott látta a síró, jajgató, tanástalan gyermekek bevagonírozását. Megfordította a szánkót, és elment az írci rendházba. Az apát elé járult azzal a kéréssel, hogy elkísérhesse az elhurcolásra ítélt fiatalokat a nagy ismeretlenbe. Az engedélyt mentem megkapta. Szánkóval hazament Nagyesztergárra. Hogy gyógyszereket, teákat, kötszereket és egyéb fontosnak ítélt dolgokat összecsomagolt. A szerzetes ezt követően visszament Zircre, majd beült a gyermekek közé a fűtetlen vagomba. Lassan, méltóság teljesen kigördült az állomásról a gőzös vasina, bodorfüstöt regetve a bakonyi légbe. A sírást és zokogást abba hagyó gyermekek már Kardosrétnél nótával búcsúztak a szülőfalujuktól, a szülőföldtől. Mindez annak az eredménye, hogy az alig 14. életévüket betöltött gyermekeket vigasztalta, gyógyítgatta, ápolgatta, tartotta bennük a lelket. Németországban a nagy hányattatásban is együtt maradt védenceivel, az elhurcolt leventékkel. 1945. április 12-én fogságba estek. Úgy élelmezte a hadifoglyokat, hogy kiment a hadifoglytáborból, és a környező helységekben misézett, prédikált. Olvashatjuk Resz Sándor cikkében. Az, hogy ő az elhurcoltakat elkísérte, s velük volt roppant szerencséje annak a gyermekcsoportnak, gyermektömegnek, melynek irányítójává, védelmezőjévé, táplálójává, gyógyítójává, hazakísérőjévé vált. Összegzi az adatközlők beszámolói alapján megörökített eseményeket. Rokonai Simon ciszterci szerzetes Pannonhalmán hunyt el 1983. júliusában, s Zircen helyezték végső nyugalomra. A ciszterci sírkertben található síremléken Répás József kerámiából egy 71 számot helyezett el, és gyertyát gyújtott a szerzetes emlékére. Dr. Bodó László is méltatja a szerzetest Leventék című dolgozatában. Szerencsések voltak a Veszprém környéki zirci leventék, mert Rokonai Simon páter, az őket kísérő pap velük maradt, és amit tudott, segített nekik. Kijárhatott a táborból, és valami kis élelmet mindig sikerült a részükre bevinni. Szintén szerencsésnek mondja a dél-németországi táborokba került leventéket, akiknek jobb volt az ellátása. Többen munkára jártak ki, így például München bombázásának romjait a magyar hadifoglyokkal tüntették el. Sokan kerültek Pokingba, ahol a magyar polgári menekülteket főként a minisztériumok dolgozóit szállásolták el. A levente szervezeteket rendelettel oszlatták fel Magyarországon 1945-ben. A leventék több mint egy évet voltak távol az otthontól. 1946. május 8-ára érkeztek haza. A borzalmakat soha nem tudták elfelejteni. Jakab József, tudari lakos, 1985. január 1-én verssel emlékezett vissza a történtekre. Fájdalmas utazás. Öt korosztály fiú síró zokogása, hallatszott szerteszét az írci járásban. Többször ismétlődő dobszó hívására sírva fogtunk bele a csomagolásba. Próbáltuk nyugtatni a kedves szüleinket, talán nem visznek el messzire bennünket. Mit is remélhettünk, amikor naponta hullott környékünkre a pusztító bomba. Többszörösen is már szökevények voltunk, az sem igen volt már, ahova elbújjunk. Így indultunk aztán neki a világnak, a kilátástalan bizonytalanságnak. Nem hangzott ünnepi búcsúszó számunkra, csak a sok zokogó, síró édesanya hangja. Dalolva próbáltunk tőlük elbúcsúzni, amikor elindult a sok lovas kocsi. Közben beértünk az írci állomásra, ahol csapatunkat tehervonat várta. A vonat mellett már katonák álltak, kik a beérkező csoportokra vártak. A bekísérőink csak hamar leléptek, kik átadtak minket a német egységnek. Nem vádolunk mi már senkiket sem ezért, mert velünk volt az Isten, a hű gondviselés. Rokonai Simon lelkész, ciszterzita, elkísért bennünket erre a nagy útra. Önként tette ő ezt, nem pedig parancsra. Az utolsó gyermekig mind hazahozta.
A legutolsó csapattal jött ő haza, mint ahogyan ő ezt sokszor hangsúlyozta. E nehéz utunkon összefortunk vele, így maradjon bennünk az emlékezete. A vers szerzője utószóként megígézte. Az 1945. február 28-án történt elhurcolásunk 40 éves megemlékezésére írtam ezeket az emlékeztető sorokat. Ezennel kívánom, hogy soha többi ilyen esemény meg ne történjen nemzeti életünkben. Megemlékező cikkünk zárásaként egy újabb történelmi fotót közlünk Répás József archívumából. Édesapja a Veszprém Vármegyei Testnevelési Felügyelőség Levente oktató parancsnoka volt. A felvétel az olaszfalui első világháborús emlékműavatáson készült. József főherceg tett látogatást a szomszéd községben 1936. május 24-én. A Leventéket Répás József hadnagy mutatja be a főhercegnek. Érdekesség, hogy az olaszfalui Leventéket és Zircre vitték 1945-ben, de ott az utolsó pillanatban mentesítették őket az elszállítás alól. Erről Hudi József olaszfalúról készített monográfiájában olvashattunk. Az viszont egyelőre rejtély, hogy mi volt a mentesítés oka. Kedves nézőink, műsorunkat a Gyertyalánk születik tehetségkutató műsorral zárjuk. Szeretettel köszöntök mindenkit a Veszprémi Egyházmegye hirdette meg ezt a Gyertyalánk születik tehetségkutató versenyt. Most majd be fogjátok bizonyítani nekünk, hogy milyen tehetségesek vagytok, mivel Zircről nagyon sokan jelentkeztek, ezért úgy döntöttünk, hogy egy helyi megmérettetést fogunk végezni, és az most lesz. Először a szavalatokat fogjuk végighallgatni, utána pedig az ötödikesek egy jelenetet fognak előadni, amely jelenet az ismert bibliai hősről, Sámsonról fog szólni. A zsűri, négy tagú lesz a zsűri, vagy négy tagú a zsűri, pontozni fog, és előre megmondjuk azt, hogy nagy a tét, mert egy valakit kell kiválasztani, aki tovább fog menni, és majd a veszprémi versenyen fogja képviselni Zircet, de mindenki nyerni fog valamit. Mindenki helyezést fog kapni, mindenki fog jutalmat kapni, és mindenki nyer azzal, hogy megtanulta a verset, szépen előadja közönség előtt a verset, ezzel is mindannyian nyerni fogtok. Akkor kezdhetjük is ezt a megmérettetést. Mi Regina az első, akinek a szavalatát tudjuk hallgatni. Gyere ide! Lentovics Éva, karácsonyi jó kívánság. Szent karácsony beköszöntött, pompázatos ruhát töltött. Oly szaporán mit az ápol, ezer csillag hull a fáról. Örömkönnyek hullnak egyre, s pottyannak a kis kezekre. Fenyőfánkat körbáljuk, és egymásnak azt kívánjuk. E szép este minden fénye adjon erőt az új évre. Minden napja legyen ünnep, melegesse kis szívünket. Adi Endre, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, holnap harangoztak, holnap után az angyalok gyémát havat hoznak. Szeretném az Isten nagyon is dicsérni, de én még kisfiú vagyok, s most kezdek élni. Isten dicsérete, még így csak kiállok, de boldog a pásztorok, s a három királyok. Énekelni, mennék. Nagyok között. Jézus, kis Jézushoz. Minden szépet tennék. Adi Endre karácsony, matán a béke ünnepelne, a messiásnak volna napja. Ma mennék én a földnek várni,
hogy megváltóját befogadja, ma úgy kér, hogy egymást találják szívükre, mint az emberek, de nincs itt hála, nincs itt béke, beteg a világ, nagy beteg. Kihűlt a szív, elszállt a lélek, a vágy, a láng, csupán a testé. Helló test, minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget, megálkozza a világra jöttét, beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsen nincsen eszme, rommá dölt a messiás háza, tanítása elkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet, hatalmas ég, új messiás tűnt, beteg a világ, nagy beteg. Isten szava. A jó Isten hozzánk sohasem szól szebben, soha meghatóbban, mint a szeretetben. Szívünk dobogása az Isten beszéde, megérti ezt a földnek minden nemzetsége. Minden falat, amit megfelezel mással, fölér Isten előtt egy-egy imádsággal. S míg födered védőn hajlik az árvára, a szalmafödér is, azaz Isten háza. Mert az Isten hozzánk sohasem szól szebben, mint a könyörülő édes szeretetben. József Attila, betleheni királyok. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, három király, mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalogjöttünk, mert siettünk. Kis Ivocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát király a nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzá, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Földkolbászunk mindent fogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hatvalékkal, önjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecsen király. Idul pirul Mária, Mária, boldogságos kismama. Fulló könnye záporán át, alig látja Jézus káján. A sok párszor minnunzsikát, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Borsa Lajos, mennyben lakó én Istenem, mennyben lakó én Istenem, vedd fülekbe dicséretem. Téged dicsér az egész világ, néked köszön a kis világ. Erős vihar, kis gyenge szél, tenger, patak rólad beszél. Az ég és föld telve veled, legyen áldott a te neved. Mennyben lakó én Istenem, könyörgök, légy mindig velem. Ha kél a fény napkeleten, a te szemed rajtam legyen. És ha leszállnak nyugaton, te légy atyám az oltalom. Terjeszt ki rám áldó kezed, legyen áldott a te neved. Szent Gáli gazdag karácsonyra, már bószítál a fenyősek közt, s beálló esték fénynek jég. Oly mély a csend, és én úgy készülődök újjongó szívvel Istenem felé. Most én megyek, te voltál már a földön, ó, hány karácsonyt játszottam neked, amíg csak volt, két kezedbe tettem egymás után egy hosszú életet. Mondd, vársz rám, oly remegve kérdem, s oly boldogan, mint szentestén kölyök, most rajtad el, hogy szívemet betoltja. Csík, angyal jár az árfajtok mögött. Vörös Sándor, jászol van a szalmán, jászol van a szalmán, sehol sincsen ágy, itt fekszik kis Jézus, lássa a világ. Boldogan figyelnek az égi fényjelek, szén a szalma ágy, a tavok is erek. Jászol van a szalmán, sehol sincsen ágy, itt fekszik kis Jézus, lássa a világ.
Rongyos istállóba, pislákon a mécs, a gyermek fölébred, nem si, egyre néz. Tekints le az égből, mert szeretlek én, tarts fölém kezed, két védőm könnyedén. Rongyos istállóba, pislákon a mécs, a gyermek fölébred, nem si, egyre néz. Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz, most és mindörökké imádságom ez. Az aprókat áll meg itt és mindenütt, élhessek ég, mert te veled együtt. Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz, most és mindörökké imádságom ez. Blaskó Mária, Levél Jézuskának. Kedves Jó Jézuska, felséges királyom, ami tudni tetszik, közel van karácsony. Én is tudom, pedig még csak elsős vagyok. Kis betűvel írok, nem tudok még nagyot. Pirike babát kér, és Lacik a lovat. Ők még kisgyereket, és nem tudnak jobbat. Lacika oldás, Pirike még baba. De is úgy is tudod, jaj! Itt lett egy pacak. Ó, bocsáss meg, kérlek, majd lenyom szépen. Újat nem kezdhetek, mert nem leszek készen. Én nem kérek babát, majd gyógyból csinálok, de egy kis tűzhelyre szívem nagyon vágyott. Igazi edényel, tercsivel is benne, ám nem mondok róla, jaj, mert más kellene. Mert tetszik tudni, kedves kis Jézuska, én nagyon rossz vagyok, olyan mélyen tudok, truncolok, veszekszem, anyukát megbántom. Sírjattam sokszor, nem egy kis pajtásom. Anyuka rám is olyan bús az arcad, bár inkább megverne, s elégetni adna. Rám is azt mondja, milyen nincs jobb szíved. Látod, a kis Jézus sohasem tett ilyet. Akkor valami itt bent úgy kezd válni, s ígérem, hogy soha többet nem fogok csinálni. És látod, Jézuska, mégis újra teszem. Ezért kérlek szépen, új szívet hoz nekem. Új szívet hozzá karácsonyra. Ne bántsatok senki. Soha, soha, soha. Miattam ne sírjon. Soha, soha senki. Tudjak szüleim örömére lenni. Inkább nekem fájjon, de ne fájjon másnak. Lacinak, Pirinek és a baltáskáknak. Hát ezért nem kérem a tepsit és a tűzhet. Csak az új szívecskét angyalkáddal küld el. Pápá, kis Jézuska, levelem zárom, kezdenek csókolom felséges királyom. Zanyi Gáborné, ura gyermeki ma. Drága jó Istenem, tudom sok a dolgot, rendbe kell tartanod fenn a mennyboltot. Ha lesz rám majd időd, mesélnék én neked, pihentetőn, húny le addig, fáradt szemem. Túl sokat dolgozol, örökké nyaggatunk, mindig téged hívunk, ha nem boldogulunk. A te teremtményed néha tűrnie kéne, nem mindig zaklatni Istenét az égben. Fáradt lehetsz már, de erre ki gondol? Hány éve lehet már, te sosem álmodol? Ideje lenne kicsit behunni a szemed, vigyázhatnának rád addig mi emberek. Vagy ha nem is rád, csak saját magukra, hogy óvnánk téged, bizony eszünkbe juthatna. Ha kell, ha szükséged lenne rám, én mindig itt vagyok, ha kell, vigyázok rád, leszek az angyalod. Azt is csak nappal szavamat betartom, éjjel meg te őrködsz, amikor én alszom. Kölcsei Ferenc, hindusz, a magyar nép hivatalos századaiból. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkat, ha küzd ellenséggel. Bal sorsa tégen tép, hozz rám vigasztendőt, megbűnhődte már a nép, a múltat, sövendőt. Őseinket felhozád, Kárpát-Szent bércére, általad nyert szép hazád, benden húznak vére, s már az úrnak habjai, Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatai felvirágozárnak. Értünk Monság mezein, ért kalász lengettél, Tokaj szőlőveszein, nektár csepegtettél. Zászlom gyakran plántárnád, vad török sáncára, s nyögte Mátyás búshadát, Bécsnek büszke vára. Hajde bűneid miatt, gyúlt harag kebletben, s elsültál villámidat, dörgő feldegekben. Most rabló mongol nyilát, zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát, vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain, Ozmán vad népének, vált hadunk csontalmai, győzedelmiének. Hányszor támadtál fiad, szép hazám kebredre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre. Bújt az üldözött felé, karnyult barlangjába, szerte nézett, s nem felé, honnyált a hazában. Bércre hág és mögbe száll, bús kétség mellettem, vérözön lábainál, s lentenger felette. Várálok most kőharom, kecs öröm rökkettek, halálhörg és síralom, zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul, a holnap véréből, kínzó rabság könnye hull, árvánk hő szeméből. Szállj meg Isten a magyart, kit vészet hányának, nyújts felé a védőkart, tengerén kínjának. Bal sorsak itt régen tép, hozz rá vigasztendőt, megbűvötte már a nép, a múltat sülendőt. Petőfi Sándor, nemzeti dal, talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, választhatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, áhozott az ősapáink, míg szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnan jutam ember, kinek most hak elhalni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láznál a kard, jobban égesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Most szíveink doborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Remény és Sándor csendes csodák, ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Szodomát, a mindennapi kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed a szívedre, hallgass, figyel, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézd a sötét kék végtelenben, nézd a szürke kis ezüst pontokat, nem csoda ez? Hogy ó a lelked feléjük szárnyat bontogat. Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedben, kis hóperhek az örömök. Citáló halk sziron levelek, rajtuk át Isten szól jövök. Tamás István, Árpádházi Szent Erzsébet. Valahol messze, fenn, egy hatalmas várban, él szegényen Szent Erzsébet, Türingiában. Akár mindenütt, szerte a nagyvilágban, a szegénység volt az Úr, de hittek a csodában. Erzsébet a Szent, imáiban kérlelte Istent. Ha irgalmas és kegyes, szegényes segítsen. Ételt kitart adjon a földi halandónak, síró gyermeknek, a mezőn dolgozóknak. Kiürült már régen a padlás és a kamra,
Nem jutott mások, csak egyetlen falakkal. Erzsébet imái felszálltak az égig, repültök az Úrhoz, eljutom végig. Hallgass meg, Uram, égi fohászomat, ne hagyd a népek, hogy elsor vagyjanak. Már ott annyitott, aki könnyeltelt szemét, amit látott, csoda volt, mindennél többet ért. Megtelt a kosár, a patak hallal volt tele, a kemencében kenyér, s volt a házban feje. A várura, a rokon nem vette jó néven, Erzsébet jóságát, mert segít a szegényen. Kérdőre mondta hát, mi van a kosárban, utassa gyorsan, mondta a hálátlan. A királynál elpirult, virágban csak nálam, a halottaknak viszem, hogy emléküket áldjam. És ahogyan a kosár fedelét felnyújtja, száz-száz jós rózsa nevet a gonoszra. Elröstelte magát a vén kelepúntja, ős kezével legyintett, menj, siess a dolgodra. Csoda történt, a Jóisten akarta, a szegénynek élelem, a halottnak rózsa. A regélők szerint egy csoda megesett, az esetről ki így, ki úgy emlékezett. Tóth János, az első király. Kárpátok sziklái alatt végtelen zöld mező, hogy egymásba vágó folyók andalognak, nyári fényben pompázott ezüstös szertő. Az Alföldön át csak egymásnak csapódnak. A Tisza a hajnal szép erényét hozza, testében rejtve a virágzó kégész csodát. A Duna az Alkony vérző bíborát mossa, káprázattá festve a medve hirtelen fordulatát. Az első magyar király itt, ezen a tájon élt, kinek köszönhet ezer évünk és az államunk, s ki talán sírva mondotta a magyar testvéri vért, hogy megőrén büszke nemzetnek a holnapot. A Duna vizét bölcsem a Tiszájéval keverte, és a szövetség hüvelyébe tolta a nyugat karját. Ogány hitét, ősi istenét, recegbe temette, s keresztet vette követte Jézus, Isten fiát. Az Alpok lábánál, s a Székely kapitánnak, háláját revegye minden szívében magyar, imába foglalva nevét, Szent István királynak, ki népünk forró egyén volt, értetlenül zivatal. Voltak köztük kifejezetten nehéz versek is. Azt hiszem, hogy mindenki szépen szerepelt, majd el tudjuk dönteni, hogy ki milyen minősítést kap, és most pedig következik a jelenet. Az ismert bibliai hős Sámsonnak az életét fogja bemutatni. Sámson és a filiszteusok. Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az Úr 40 évre a filiszteusok kezébe adta őket. Volt egy Szóreából Dán törzséből való ember. Mánoák volt a neve. Felesége Mentő volt. Az Úr angyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá. Magtalan vagy, és nincs fiad. Most azonban vigyázz magadra. Ne igyál se bort, se szeszes italt, mert fogasz és fiút szűz. Borotva ne érint a fejét, mert ez a fiú Isten nazírja lesz. Ő lesz majd, aki elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből. Az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnőtt, és az Úr megáldotta. Sámson lement Innába, és ott meglátott a filiszteusok lányai közt egy nőt. Amikor visszament, elmesélte apjának és anyjának. Láttam Timnában a filiszteusok lányai közt egy nőt. Azt tetszett meg. Vegyétek nekem feleségül. Apja és anyja így szólt hozzá. Nincsen nőtörzsed tagjaid között, és egész népedben elmész, hogy körülmetéletlen filiszteusok között akarsz feleséget venni? De Sámson így válaszolt apjának.
azt tetszett meg, azt vegyétek nekem feleségül. Apja és anyja ugyanis nem tudta, hogy az Úr ezt sugallta, s hogy csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Ebben az időben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Izraelben. Sámson nem ment Timnába, amikor a timnai szőlőhelyhez ért, ordítva neki rohant egy fiatal oroszlán. Rászállt az Úr lelke, és Sámson puszta kézzel széttépte az oroszlán, mintha csak egy kecskét lépett volna szét. Apjának meg anyjának nem mondta el, mit tett. Lement és beszélt a lánnyal. Tetszett neki. Egy idő múlva visszatért, hogy feleségül vegye. Kitérődtek, hogy megnézze az oroszlán hulláját. Slám az oroszlán csontvázából mély raj volt és lépes múlt. Felmarkolta és menet közben eszegette. Amikor hazaért, apjához és anyjához nekik is adott, és ők is eltek belőle. De nem mondta meg neki, hogy az oroszlán csontvázából szedte ki. Ezután lement az asszonyához. Ott 7 napig tartó lakomát rendezte Sámsonnak, mert ez volt a szokásuk a legényeknek. Mivel azonban tartottak tőle, 30 kísérőt adtak melléje, hogy közeleg legyenek. Sámson találós kérdése. Sámson így szólt hozzájuk. Találós kérdést szeretnék nektek föladni. Ha megfejtitek, adok nektek 30 inget és 30 váltóruhát. Azonban, ha nem tudjátok megfejteni, ti adtok nekem 30 inget és 30 váltóruhát. Azt válaszolták neki. Hadd halljuk kérdésed. Így szólt hozzájuk. Eleder jött ki az evőből, s előjött ki az édesből. De 3 napig sem tudták megfejteni a találós kérdést. Ezért a 4. napon így szóltak Sámson feleségéhez. Vedd rá a férjedet, hogy árulj el a találós kérdés értelmét, ha nem, megégetünk atyád házával egyetemben. Sámsonnak felesége nyakába borult és így siránkozott. Gyűlölsz? Nem szeretsz? Találós kérdést adtál fel népen fiainak, és nem magyaráztad meg nekem? Atyámnak s anyámnak sem fejtette meg. És neked elmondjam. Erre 7 napon át siránkozott a nyakába borulva, ameddig csak tartott a lakodalom. A 7. napon végül elárulta neki a megfejtés, mert folyton zaklatta. Ő pedig elmondta népe fiainak. A városbeliek így szóltak Sámsonhoz. Méznél vajon mi édesebb? Oroszlánnál mi erősebb? Így válaszolt nekik. Ha nem az én üszömmel szántottál volna, nem fejtettétek volna meg találnomat. Akkor leszállt az Úr lelke, lement Askalonba, ott megölt 30 embert, elvette amit volt, és a bátorvát odaadta azoknak, akik megfejtették a találós kérdést. Aztán haragra gerjedve visszatért apja házába. Sámson feleségét hozzáadták egyik barátjához. Sámson ingeri a filiszteusokat. Ezzel Sámson elment, fogott 300 rókát, szerzett egy csomó csóvát. Az állatokat farkuknál összekötötte egymással, és minden 2 farok közé tett egy csóvát. Aztán meggyújtotta a csóvákat, és megjeleztette a rókát a filiszteusok vetéseinek. Így meggyújtotta a kévéket, meg a lábon álló vetéseket, aztán a szőlőket és olajfákat is. A filiszteusok felvonultak, s Júda földjén ütöttek tábort. Egészen Lehig nyomultak előre. A júdaiak így szóltak hozzájuk. Miért jöttetek ellen? Afig hittünk, hogy megkötözzük Sámsont és elmegyünk vele azért, amit velünk. Meg is kötözték 2 útkötéllel. Amikor Lehibe érkeztek, a filiszteusok diadalordítással előrohantak. Éljen, éljen! Ám az Úr lelke Sámsonra szállt, s karján lévő kötelek leomlottak kezéről. Talán egy friss szamárral kapcsolt, kinyújtotta a kezét, megragadta,
és agyonverte vele 1000 ember. Sámson ekkor így szólt. Egy hitvány álkapocsal agyonvertem 1000 embert. Egy szamár álkapcsával jól elpáholtam őket. Amikor befejezte beszédét, elhajította az állkapcsot, és elnevezte azt a helyet Rámát Lehinek. Mivel nagyon megszomjazott, így könyörgött az úrhoz. Uram, nagy győzelmet alattál szolgált keze alatt, s most pusztuljak szomjan, s essek a körülmet életlenek kezében. Akkor Isten megrepesztette Lehi barlangját, s víz fakadt belőle. Sámson ivott. Sámson 20 évig volt bírája Izraelnek a filiszteusok idejében. Ezután beleszeretett a Szórek völgyében egy nőbe, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá, és azt mondták neki. Szedd rá, és tudd meg, hogy miben rejlik különleges ereje. Hogyan tudnánk fölé kerekedni, megkötözni és ártalmatlanná tenni? Ezért ki ad neked 1100 ezüstséggel. Delila így szólt Sámsonhoz. Mondd meg nekem, miben rejlik nagy erő? Miben lehetne megkötözni, hogy tehetetlennék tegyenek? Ha megkötöznek 7 friss hurokkötéllel, amit még nem szárítottak ki, elvesztem erőmet, és olyan leszek, mint a többi ember. A filiszteusok vitték a 7 friss hurokkötelet, és ő megkötözte belőle. Az emberek lesbe állította a szobájában, aztán oda kiáltott neki. Rászöltek a filiszteusok Sámson! De ő eltépte a köteleket. Így erejének titka rejtve maradt. Ám Delila így szólt hozzá. Hazudtál és becsaptál. Most azonban mondd meg nekem, miben rejlik különleges elejed. Ha megkötöznek 7 új hurokkötéllel, amit még nem használtak semmire, elvesztem erőmet, s olyan leszek, mint a többi ember. Akkor Delila új köteleket vett, és megkötözte velük, és oda kiáltott neki. Rátörtek a filiszteusok Sámson! Az emberek lesben álltak a szobájában, ám most szétszépte a köteleket. Delila ekkor így szólt Sámsonhoz. Már megint rászedtél és hazudtál nekem. Becsaptál és átvertél. Most azonban mondd meg, mivel lehetne megkötözni, hogy tehetetlenné tegyenek. Ha összefonod hajamat, a 7 hajfürtömet, a takácsok szárfeszítőjében megfeszíted, elvesztem erőmet, s olyan leszek, mint a többi ember. Delila elaltatta, azután összefonta Sámson fején a 7 hajfürtöt. Odaerősítette a szakácsok szárfeszítőjébe, és oda kiáltott neki. Rátörtek a filiszteusok, Sámson! Erre fölébredt álmából, és kirántotta a szárfeszítőt és a fonalat. Delila így szólt hozzá. Már 3-szor átvertél, és hazudtál nekem. Nem mondtad meg az igazat, most azonban mondd meg, miben rejlik különleges ereged. Mivel egész nap gyötörte szavaival és zaklatta, halálra fáradt. Feltárta hát előtte egész szívét, és így szólt. Mivel borotva még sose ért fejemhez, én Isten nazírja vagyok anyám éhétől fogva. Ha levágják hajfürtémet, elvesztem erőmet, s olyan leszek, mint a többi ember. Delila akkor látta, hogy kitárta előtte egész szívét. Gyertek, mert kitárta előttem egész szívét. A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá, s elvitték magukkal a pénzt is. Erre ő elaltatta Sámsont a térdén, odahivatott egy embert, s lenyírta a fejéről a 7 hajfürtöt. Elkezdett gyengülni ereje, elhagyta. Delila oda kiáltott. Rátörtek a filiszteusok Sámsont. Erre fölébredt álmából, és azt mondta. Én kerülök a bajból, mint máskor. Nem tudta azonban, hogy az úr elfordult tőle. A filiszteusok elfogták, kiszúrták a szemét, és levitték Gázába. A 2 sámccal megkötözték, és a fogságban marmot hajtattak vele. Közben fején újra kezdett nőni a haj, azután, hogy lenyírták.
A filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istennek Dávonnak, és örömünnepet tartsanak. Közben egyre mondogatták. Éljen, éljen! A nép hatalmas ujjongásba tört ki. Hivattassátok elő Sámson, tanulhattasson minket. Elővezették Sámson a börtönből, és ő játszott előttük. Utána odaállították az oszlopok közé. Éte, mondd meg, vezess az oszlopokhoz, hadd támaszkodhassam meg rajtuk, amin ezek az épületek nyújtanak. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal. A filiszteusok minden fejedelme ott volt. A tetőn volt vagy 3000 ember. Sámson ekkor az Úrhoz könyörgött, és így szólt. Uram, Istenem, adj még egyszer utoljára erőt, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon két szememért. Sámson átkarolta a két középen álló oszlopot, amelyen az épület nyugodott. Neki feszült az egyiknek a jobb kezével, a másiknak a bal kezével, és így szólt. Hallja a filiszteusokkal együtt! Minden erejével neki feszült, és az épület rászakadt, és az egész ide, amely ott volt. Sokkal többet ölt meg akkor, amikor meghalt, mint amennyit akkor ölt meg, amikor élt. Testvérei és atyának háza eljöttek, és magukkal vitték. Elszállították, és eltemették Szórá és Eston között, atyának, Mánuáknak sírboltjába. 20 évig bíráskodott Izrael fölött. Első, második és harmadik helyezettek vannak, illetve mindenki kapott egy minősítés, bronz, ezüst és arany minősítés. Kezdjük azokkal, akik a dobogó harmadik fokán állnak. Jakab Anita. Busa Csenge. Mészáros András. Akik a második fokán állnak a két szerepeli dobogónak, vagyis ezüst minősítést kaptak, Farkas Zsófia, Gregosics Bence, és nézzük azokat, akik a dobogó legfelső fokára álltak föl, vagyis arany minősítést kapnak. Vörösházi Laura,
Így van, Teréz. Nick Regina. Lajta Falvi Eszter. Detre Csongor. Lázár Hanna Veronika. Gratulálok, és Hamrej nagy csokit kap, ugyanis a zsűri úgy döntött, hogy az ő szavalata volt talán a legszebb, és azt szeretnék, hogyha Hanna képviselne bennünket majd a Veszprémi fordulón. Mai adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb, egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra jövő hét pénteken.